Ne fő is lányok! Turbu vagyok! És ezúttal nektek kell gratulálni, miszerint az egyik év ismételten ki lett pipálva. Mindenkinek nagyon-nagyon gratulálok az idei évéhez, akár jól sikerült, akár nem. Hát jó lesz, na, ez a lényeg. Mindenkinek gratulálni szeretnék. Ha! A nyolcat fejeztet be, akkor a nyolcat. Ha éppen most lépsz át felsőbe, akkor legyen az. Vagy hogyha éppen most kezded el a középsúlyt, vagy esetleg még tovább. Mindenkinek gratulálok. Nagyon remélem, hogy a nyaratok felejthetetlen lesz. Ha nem, akkor majd én próbálkozok egy kicsit azzá tenni, hogy minél jobbak legyenek a dolgok. Kint meg egy babasír, úgyhogy ettől elnézést kérek. Úgyhogy mindenkinek nagyon remélem, hogy rettentő jó lesz a nyara. De tényleg menjetek el Görögországba, menjetek el Isztambulba, menjetek el Afrikába, csak mindegy hova, érezzétek piszkosul magatokat. Ja, és ö, nem tudom, hogy ki hogy választott idén, hogy ö, hova szeretne menni tovább tanulni, de egy biztos, ha szakácsok lesztek, akkor egy nagyon-nagyon sok ideig csak ő lesz a barátotok, nem pedig, nem pedig a szomszéd padból, illetve ha ne adj Isten, szeretnétek mondjuk valami számítástechnikai zseni lenni, akkor több mint valószínű, hogy a klaviatúra rejtelmeit fogjátok ö, átvizslatni 66 milliárdszor, vagy esetleg, hogyha az űrkutatás lenne a célotok, akkor viszont... Ö, sok sikert hozzá mindenkinek, bármit választott tovább tanulás céljából. Nagyon-nagyon remélem, hogy ö, megtalálja abban a azt, amit ő képvisel, amit ő, amit te szeretnél ö, csinálni, és nagyon-nagyon remélem, hogy sikerekben gazdag jövőtök lesz, és nagyon-nagyon remélem, hogy ö, hogy minden úgy fog elsülni, ahogy azt ti remélitek. Mivel én ezt már sokszor nem ö, hangoztattam, de ha, ha pozitívan gondolkodsz, csak jó dolgok történnek. Illetve a jó embereket csak jó emberek veszik körül. Így hát, ö, mivel engem csak jó emberek vesznek körül, remélem, hogy... A jó emberekkel jó fog történni, úgyhogy nagyon-nagyon remélem, hogy srácok, az idei nyaratok felejthetetlen lesz, a jövő évetek még durvább lesz, és nagyon remélem, hogy mindenki megtalálja álmai párját, legyen a zebra csíkos, mit tudom én, rénszarvas. De ezt elképzelhetem, ez elég egyik nézett ki, de Na mindegy, nagyon remélem tényleg mindenkinek, hogy mindene, mindene meg lesz idén, és nagyon, -nagyon jól fogja magát érezni. Helyettem is csobbanjatok a vízbe, helyettem is partizatok, helyettem is csináljátok egy pár skippet, egy pár estéből, úgyhogy nagyon remélem, hogy jól fogjátok magatokat érezni, és nagyon-nagyon remélem, hogy minden úgy fog elsülni ezt, ahogy ti szeretnétek. Hogyha esetleg jön egy-két szürke nap, azt megpróbálom egy kicsit én is színesebbé tenni, amennyire csak tudom, hiszen én pont ezért tevékenykedek a Youtube-on, hogy a kicsit szürkébb napokat egy kicsit kivilágosítsam. Nagyon remélem, hogy tényleg jó lesz a nyaratok, és én tiszta szívből remélem, hogy minden úgy fog elsülni azt, ahogy ti elgondoltátok. Nagyon szépen köszönöm. egyetlen egy, dolgot ne tegyetek, ne legyetek bűnözők. Ennyi. Ja, és ne próbáljátok ki semmi drogot, meg ilyenek. Nem kell nem kell. Ha ilyet fogsz csinálni, jövő héttől otthon leszek, és riktig, hogy fokhagymát fog veled etetni. Na, egy szó, mint száz, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, idén is, és nagyon remélem, hogy jövőre is velem lesztek. Ö, mindenkinek rettentő jó nyarat, ezt szerintem már vagy 66 on mondtam ki ebben a videóba, de nem érdekel, mert tényleg tiszta szívből remélem, hogy jó nyaratok lesz. Én turbo voltam, legyetek jók, sziasztok!